Sziasztok! Ezt a videót múlt héten csináltuk volna, de akkor éppen október volt, most viszont újra itt a nyár, tehát van értelme fagyit készíteni. A legtöbb receptet, hogyha megnézitek, azt írja, hogy állítsátok össze a fagyimasszát, azt tegyétek bele a fagyigépbe, és mehet a mélyhűtőbe az egész. Ezzel viszont csak egy gond van, egy fagylaggép alsó hangon is 10.000 forintba kerül, ezt fogom most nektek megspórolni. Kezdjétek azzal, hogy menjetek fel az internetre, keressetek valami jó fagyi receptet, amit meg szeretnétek csinálni, utána jöhet a hűtés. Én az én fagyimat egyszerűen tejszínből, joghurtból, cukorból, meg ilyen standard IKEA ízű szőrből csinálom. Egy kevés tejszínt habbán verek. Ennyire elég is lesz. A joghurtot valamennyi cukorral, és egy kis IKEA ízű szörppel elkeverjük. Majd a tejszínhez öntjük. Ez jó is lesz, most már csak le kell fagyasztani. Emlékeztek még néhány évvel ezelőtt arra a hülye YouTube-os kihívásra, hogy ki tud tovább egy jégkockát némi sóval a markában tartani? A só ugyanis lejjebb viszi a jég olvadás pontját, tehát alacsonyabb hőmérsékleten kezd olvadni. A halmazállapot változáshoz viszont energiára lesz szüksége, amit a környezetétől, vagyis a kezemtől von el. Tehát egy idő után iszonyatosan hideg lesz a kezem, konkrétan fájni kezd. Ezt az elvet viszont kihasználhatjuk akkor, amikor fagyit szeretnénk otthon készíteni. A fagyi masszát egy ilyen mélyhűtő zacskóba lapátolom, majd az egészet sós jégbe teszem. Jó alaposan zárjátok le az acskót, nehogy a sós víz véletlenül belefoljon, az egy kicsit rontja az élvezeti értéket. Majd a zacsi a tartalmával együtt mehet a jégbe. És mehet bele a só. Ezt pár percig rázzátok, és kész is. És azt hiszem, hogy most már készen is van. Na, lássuk. Ez azért erősen rendben van. Hál' Istennek a só nem folyt bele, tehát simán édes a fagyink. Egyébként lehet látni, hogy lehűlt ez az edény, és kívülről tiszta zúzmara. Ebben a fagyiban nem csak az a jó, hogy ti magatok csináltátok, hanem az is, hogy spóroltatok vele. 10.000 forintot, úgyhogy iratkozzatok fel a Szertár csatornára, és lájkoljátok ezt a videót. Sziasztok!